Polgármesteri elismerő ezüstéremmel fejezte ki Székesfehérvár köszönetét Cserpalkovics András. Róth Ferenc 50 esztendővel ezelőtt kezdte meg postásként a munkáját, akkor még csak 16 éves volt. Édesapám mondta, hogy van munkahely postánál, mert ő vasutas volt, ő hozott be. És egyből kézbesítő lettem, 16 évesen már nagykorosítottak, kivjártam öregedre az első évben, utána Kisfaludra, és utána 82-ben, amikor leszereltem, akkor kerültem ki Csolára. Akkor Maroshegyre kerültem, és azóta ott vagyok. Róth Ferenccel a polgármester, Mészáros Attila és Lerner Zsolt alpolgármesterek és Brájer Éva Maroshegy önkormányzati képviselője beszélgetett. A kérdésre, hogy mi a munkája szépsége, így válaszolt. Az emberek. Ahogy bánnak az emberek az a postással, tehát majd mondhatnám, mint a családtag lennék, úgy bánnak velem, kint a körzetembe. Róth Ferenc azt is elmondta, az évek során látta, tapasztalta, mennyit fejlődött Székesfehérvár, Maroshegy. A városhoz való hűségét, munkáját szerette volna megköszönni Cserpalkovics András polgármester. Azt hiszem, hogy 50 év az azt hiszem, hogy tényleg egy olyan tiszteletre méltó teljesítmény és időszak, ami mutatja, hogy Feri bácsi milyen hűséges a postához, milyen hűséges az általa választott hivatáshoz, szolgálathoz, és milyen hűséges ahhoz a közösséghez, amit ő szolgál. Ugye a maroshegyieket nagyon-nagyon régóta, korábban pedig öreghegyieket is, és úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan teljesítmény, hogy a város közössége nevében is ezt köszönjük meg, úgyhogy ezt egy polgármesteri elismerő ezüstéremmel tettük meg. Kívánva nagyon jó egészséget! A hűséges postás sztrókból gyógyultként, nyugdíjasként dolgozik nap mint nap. Ma már nem biciklit tekerve, hanem elektromos kisautóval kézbesít Maroshegyen.